Üdvözlünk mindenkit a Sávval szemben új részében. Hoppá, új rész, új rész. Legújabb, legújabb és legjobb. Itt van velem Bence. Sziasztok! Én mellettem pedig Gábor. Éve letudtuk a kötelezőt, mert most megint folytatódik az Ichigo sorsa, a Bleach Part 2. Meglepően jó fogadtatása volt a Part 1-nek, és elhangzott egy ilyen kommentár is, hogy ebből bármennyit meg tudnék hallgatni. Hát nem ígérjük, hogy bármennyi lesz, de lesz jó pár. Így van, így és, van, abszolút. Ugye lemerült a múltkor az SD kártya a Profi Podcastnél, és valahol ott szakadt meg a gondolatmenet, hogy végigmegyünk a kasztokon, nem? Tehát, igen, hát 13... a berendez a Szerrejtejnek, ugye a lelkek városának, világának a hatalmi berendezkedésen, hierarchiáján végig. Igen, mert eddig azért már érintettünk karaktereket, mint Ichigót, akkor Orihimét, a biodíszletet, a csádot, tehát ezek megtörténtek. Fogunk róluk is még beszélni, de hát az igazi ütős része ennek a történetnek szerintem egyértelműen ezek a 13-ak, a Gotei-nek a kapitányai és hadnagyai. Itt még azért megemlíteném, ugye, hogy azt tehát posztba is kiraktam a közösségi felületre, hogy ennél is azért kicsit szigorúbban fogjuk venni a kommentelési opciókat. Azt eddig is én felügyeltem. Ahogy láthattátok, mindenki, aki írt, azért azt kiraktam, mert láttam, hogy nincsen benne spoileres, de szeretném a Gábornak ezt a spoilermentes vonalat megőrizni, ezért megint csak szigorú lesz itt is a kommentelési lehetőség, de amint látjátok, mindent kiraktam, ami befutott. Tehát, hogy jövőben ja, igen, de lesz. Hogyha valaki mondjuk ismeri a teljes sztorit, ne lője le a poént. Igen, igen, és én ezeket figyeltem, a lehető legszigorúbb, hogy hívják, ott ja, jó, rá. Én nem tudtam erről, hogy itt egy ennyire komoly ilyen felügyelő csak is a te érdekedben. Egyébként, tehát, hogy mindent kiengedtem, nem jöttek spoileresek, aminek nagyon örültem, de nyilván a spoilereseket nem fogom. Tehát, hogy a Gábornak ne roncsuk az élményt. Ja, de már mindent láttam, ami az animében volt, de nem olvastam el a mangát, tehát most követem a legújabb részeket, ugye két rész jött ki eddig. Hát topzódik az epikben. De maradjunk a múltnál, mert megígértük, hogy beszélgetünk a karakterekről, arról, hogy mitől zseniális a Bleach, hát szerintem itt jobban ki tudjuk domborítani, mert itt minden karakter aranyat ér, aki nem a főszereplő és a brigádja. Mert Ichigóról csak annyit tudok mondani, hogy az ösztönös zseni, akire mindig kicsit másképp vonatkoznak a szabályok, és az mindig, újban is. És az újban sem változott az ösztönös zseni, és neki mindig van egy újabb lépése. Tehát ő a kis Mozart, aki egyszerűen a vénájában magában hordozza ezt az egész sinigamiságot. Így van. De hogyha ez csak önmagában ennyi lenne ez a sztori, akkor ez nem lenne más, mint egy hát talán jobban sikerült Dragon Ball. Viszont a mellék karakterek, hogy mennyi zseniális karaktert alkotott meg a Kubo, hát arról ódákat lehet zengeni, mert minden más karakter Ichigón kívül és a biodíszlet társain az zseniális. Tehát igen. Szinte mindenki. Ha csak a Gotei 13-ról beszélgetünk, ha az Arrancarokról, ugye az Espadákról, ha... És ennek a sorozatnak a varázsa és a csúcspontja, hogy itt mindenkiről van egy feltételezésed, és ahogy megismered a történetét, a sorsát, meg fog változni az, hogy eddig akit betettél egy fakba, az egy pillanat alatt új dimenziót tud nyerni, és nem erőltetett, tehát ezek nem ilyen raj, írjunk már bele egy nagy fordulatot, nem, föl van építve, logikus, és megmagyarázza odáig a karakternek, vagy a viselkedését, vagy a cselekedeteit, vagy a személyiségét, hogy ez nem a semmiből jött, mindenkinek sorsa van, mindenkinek története van, és ugyanannyira lehet rajongani az utolsó mellékszereplőig is, és el tudom képzelni, hogy valaki azt mondja, hogy nekem a 7. osztag kapitánya a csúcs, nem? Tehát, hogy... Igen, meg tudom érteni, hogy valaki miért szereti Komamurát, nekem nem feltétlenül ő a kedvencem, hát de... Nekem se, de azért Komamura is egy nagyon jó és érdekes karakter. Igen, abszolút. Tehát, hogy az most a célunk, hogy megyünk majd tovább a sztorinak az elemzésével, de végigmegyünk a Gotei 13-on, és elidőzünk a karakterek mellett.
Hogyan menjünk rajta végig az 1-estől 13-ig módszeresen? Szerintem igen, módszeresen haladjunk, mert ugye, ahogy beszéltünk... Azért a neveket rád kell bízzuk, mint mindig, én azért ide fölírtam a útmutatásod szerint. Kezdjük az 1-essel. Jó, hát ugye az első osztag kapitánya, ugye nem más, mint Yamamoto Geryusai Shigekuni, mi csak úgy hívjuk őt, hogy az öreg. Az öreg. Hát azért igen. Tehát az ő hadnagya pedig Sasakibe Chojiro, akiről eddig ugyan nem sokat tudtunk meg, de azt, aki olvasta már a mangát, az tudja, hogy azért ki fog róla derülni pár dolog. Kicsit megárnyalják az ő karakterét is, még hogyha már életben nem is nagyon látjuk. Igen, de... igen, mert ugye nincs jó állapotban az új részekben, és akkor finoman fogalmaztam, spoilerek nélkül. Tehát ti nem spoilerezhettek, én igen, de nyilván ez spoilereket tartalmaz ez a beszélgetés. Van, na, mit gondolsz az öregről? Mekkora kultusza van szerinted az öregnek? Te hova teszed? Neked mennyire favoritod? Mik az alaptulajdonságok? Megmondom neked őszintén, hogy nekem az öreg abszolút nem favoritom, tehát hogy nekem az öreg ezt az autokratikus vezetőt testesíti meg, amit én amúgy annyira nem szeretek. Ettől függetlenül szerintem igenis egy erős karakterről van szó. Én nagyon szeretem az ő sikáját is, a Ryujin Jack-át és a bánkáját is nagyon csípem. Szerintem egyébként egy jó karakter, tehát ha kellett egy erős kezű, tényleg egy ilyen elmozdíthatatlan szikla szintű karakter, egy ilyen védelmező rendszernek, egy ilyen osztagnak az élére, egy ilyen hierarchikus rendszernek a tetejére, szerintem a Geryusainál jobbat nem találsz jelen felállásban. Ő egyébként egyszer egy ilyen kettős karakter ebben a Gotai 13-ban, mert föntartja a rendet, föntartja a hierarchiát, de ugyanakkor meg egy olyan biztos harcos is, és azért nagyon sokáig a történetben ő nem lép a harcmezőre, tehát ott marad a háttérben. Hát de amikor odalép. De amikor odalép, akkor érzed, hogy na őt nem csak a bölcsessége nem a bölcsessége teszi alkalmasság vezetőnek, illetve nagyon régóta vezető, hanem olyan erőt képvisel, amivel nem túl sokan tudják fölvenni a versenyt. De szerintem nem ő a legnagyobb agy a térképen. Tehát valahogy a Geryusainak a fő feladata, hogy összetartsa a 13-akat, amennyire lehet. Ahogy... A Geryusai szerintem ő maga az őserő. Igen, abszolút, abszolút. Tehát ő a stabil pont, tehát ha ő meginog, akkor érzed, hogy az egész Gotai 13 ripityára hullik. Tehát ő a biztosíték, ő a tartó pillére ennek az egésznek, és pont ezért a történet úgy van megírva, hogy ő egy ilyen fix pont, tehát valami olyan, mint tudod, hogy egy ember, aki... Ahogy szoktunk fogalmazni, hogy egy fix papa. Így aki van. Mindig ott van. Aki mindig ott van, aki a múltban is ott van, bízunk benne, hogy a jövőben is ott lesz, és minden olyan esemény, amikor az ő élete veszélybe kerül, az egész Gotai 13 meginok. Tehát ami kicsit úgy működik a Gotai 13, hogy jó, lehet játszani, lehet harcolni, lehet áttenni a bábukat A-ból B-be, mert azért erre vannak példák, de amíg az öreg ott van, addig rend van. De amikor az öreg kell a tettek mezeire lépjen, és az ő élet, akkor már baj van. Akkor nagy baj van, és nem is véletlen az, hogy ahogy elhalad a cselekmény, a Geryusai kiiktatása az első számú feladat mindenkinek. Mert az nem olyan egyszerű. Igen. Tehát az nem olyan egyszerű. Sőt, hát igazából van azért a későbbi részekben az öregnek azért egy belépője, egy karizmája, egy ilyen Gran Torinós jelenlét, amikor megkérdezik tőle, hogy hát de hol van a testőrséged? És mondja, hogy hát nekem nincs, én vagyok a testőrség. Tehát azért van tőke az öregben. Persze. Meg hát igazából most így a Sasakibéről nyilván te még nem sok mindent tudsz, meg nem is nagyon sok minden derül ki a hadnagyáról, ugye így a történet folyamban, egyelőre annyira egydimenziós, hogy ő a hűszolgáló, akiről sejtett, hogy azért nem szarra a gurit, mert nyilván nem lenne a Geryusainak a hadnagya, hogyha gyenge arc lenne, csak ő itt még homályban van nagyon tartva. Hát szerintem így azért az öreget mindenki föl tudja tenni a térképre. Hát, őserő. Őserő.
Menjünk tovább, ugye a második, mi az osztag? Ez a igen, második osztagnak ugye a kapitánya az a Szojfon, és hát ugye az ő hadnagya az az Omaida, aki, hát Isten bocsássa meg, az egyik legirritálóbb karakter szerintem, még hogyha comic reliefnek is szánták. Az Omaida az az abszolút tőgázzal megtolt funny money és hülyéskedés faktor. Tehát, abszett, hogyha létezik az animéknek ez a bárgyúsága, akkor Omaida ebből öntötték. Ő egy fröccsöntött bárgyúság, nem? Igen, tehát, hogy oké, hogy most kicsit előreugrok, csak hogy hasonlítási alap legyen. Tehát, hogy ugye az Aránkár szagában ott van a Nel, Dondocsákká, meg a Pese trió, de még ők sem annyira fogyatékosak, mint Omaida egymaga. Egy személyben, igen. Tehát Omaida az valami olyat szállít le, egy olyan élményt, hogy olyan kontraszt van, mert hogyha létezik ebben a Gotei 13-ban az abszolút karót nyelt, merev, szabálykövető, megalkuvás nem ismerő karakter az a Szojfon. Tehát a Szojfon az tényleg az a bérgyilkos nő, aki könyörtelen, kegyetlen, a célért mindent elkövet, és maga mellé veszi Omaidát, aki abszolút csak a lábtörlő szerepét tudja betölteni. Hát, de hát az is! De maga az egésznek a karikatúrája, hogy ők az ilyen asszaszinok, nem? Akik a lopakodás, és Omaida egy olyan diszkrét 147 kilós, nulla izomszövettel rendelkező, nagy darab, hangos, bőszme, fogyatékos nyomorult, aki szerintem halkan nem tud belépni egy terembe. És neki a fő funkciója a Szojfonnal szembe, vagy a Szojfon mindig erőt demonstrál vele szembe, hogy már megint kretén voltál, bazd meg, ugye, hát bocsi. Hát meg azzal a karddal, azzal a geget Szuburival, azzal a böszme nagy szar buzogánnyal, hogy egy asszaszin osztagnak, mert oké, hogy a Szojfon bánkája az egy böszme nagy bazóka. Így van. De az a bánkáj, az a végső soron használom. Igen. De neki azért van egy elég durva sikája. De a Omaidának alapból a sikája az egy ilyen böszme nagy buzogány. Ugye a Szojfon legsötétebb titka, és nincs is hogy a valójában a bánkája, tehát az ő sikája, az az abszolút asszaszín sikály, ha kétszer egy helyen eltalál valakit, az azonnal meghal. Rátesz egy mintát, és ha még egyszer eltalálja azt a lepke mintát, akkor meghal. Hát ennél durvább asszaszín képességet nem tudnék elképzelni. Hát és a Szojfon agilis, gyors és könyörtelen. Mert itt azért meg kell jegyezni, hogy bárhova odarakja a mintát, és oda még egyszer szúr, meghalsz. Tehát, hogy itt nincs ilyen kritérium, hogy a szívéhez kell szúrni kétszer, vagy ilyesmi. Mindegy, ha tehát a zombián a térdén megszúrja, bárhol. Zseniális a Szojfon, és az olyan, mint a Szojfon legsötétebb titka, hogy mi a bánkája, ami abszolút kilóg ebből az osztagból, de van egy még sötétebb titka, hogy miért választotta ki Omaidát. Tehát ahogyan nem tudom ezt a történetet, még nem fette föl nekem a sorozat, hogy Omaida hogy került oda, hogy lett egyáltalán assassin. Tehát, hogy ez amúgy vicces a kettejüknek a dinamikája, mert valahogy Omaida nem tud hozzátenni a harcokhoz soha, de ilyen figyelemelterelő időnyerő később, nem? Tehát hát ilyen csali. Csalinak jó. És mindig ő nem megy sima karddal duálozni az Omaida, hanem elsüti a sikályt, előhívja a böszme vagy buzogányát, azt menekül. 0% stílussal, tehát tényleg a fárasztás magas iskolája. De hát a Szojfon egy nagyon érdekes karakter, mert majd, hogyha a Gotei 13-ból kilépünk is, ez is egy zseniális, ez a szürke zóna, az Urahara és a Yuriichi. Ugye Yuriichinek a Tessai bácsi, ugye ő volt a mágus. Abszolút, tehát ő ugye a Szojfon volt a tanítványa a Yuriichinek. Igen. És ez egy nagyon érdekes, van köztük egy dinamika, erre még vissza fogunk térni, de most, hogyha csak a karakter elemzésnél vagyunk, szerintem Szojfon az zseni, tehát az jó karakter. Nagyon, és veszélyes. Hát meg méltó vezetője ennek az Omnicki-dónak, egy igazi assassin brigádnak. Az biztos, hogy a Yuriichivel, hogyha összeveted, akkor ketten, tehát a Yuriichi ő az abszolút második osztag. Tehát, hogyha a teljes egyensúly nekem úgy lenne, hogy ő lenne a
hogy van, ő a hadnagy, és ő lenne a kapitánya, nem? Tehát a Szolyfon. Igen. Az lenne a tökéletes, de hát a Szolyfonnak már csak egy omálda jutott. Egy ilyen, olyan, mint az Obi-Wan Kenobinak se jutott túl jó tanítvány, hát Szolyfonnak sem. Na itt ez hát van. Omálda, igen, konszolidált fogyatékos. Igen, akkor menjünk a harmadikra, hát ugye a... Ichimaru Gin, a harmadik osztag kapitánya, hát az igazi súnyi rókaképű mocsadék. És egy nagyon ellentétes személyiségű kapitánnyal, ugye? Igen, aki meg egy ilyen abszolút, kicsit ugyan depressziós, depresszív karakter, de mégis őszinte, és valahogy sugároz magából egyfajta pozitivitást, hát még annak ellenére is, hogy full depresszió. Ugye, hogyha létezik a kapitányoknak királya, vagy az egyik top, azért nekem a Kira az mindenképpen. Hadnagy. Tehát, vagy hadnagy, bocsánat, igen. Tehát, hogy ő egy abszolút... Tehát ő neki az az alapfilozófiája, amikor bemutatkozik. Sokat kell rá várni a sorozatban. Sőt, a Rukia szagában nem mutatkozik be igazán a Kira. De azért ez a sikály. Ez ugye, amit eltalál, folyamatosan növeli a tömegét, és egyszerűen lefegyverez, és le kell tenned a... Nem bírsz megmozdulni a Kirával szemben, és a Kirának nem a célja, tehát ő a békét tartja fel valójában. Tehát ő a... Tehát azért is olyan a zámpakutója. Igen, tehát hogy lefegyverez téged, de az a behajtott, lefejező giotin... Hát, esetleg arra fordul. Tehát a Kira, hogyha úgy méri föl, hogy alapvetően ő egy pacifista alkat, de amikor elszalad, tehát kivágodnál a biztosítékot, akkor a Kiránál kegyetlenebb nincs. Igen. És azért, amikor bemutatkozik a sorozatba, ott leteszed így a lantot, hogy jó, hát azért a Kira az rendben a van. A kis vábi szukéjával. Hát igen. Igen, és Ichimaru Gin az, hát azért a rókaképű hazug mocsadék, aki nem átallik röhögni a nyomorodon. Tehát igen, mikor meglátogatja a Rukiát, tudod, azt mondja, igen, így állunk, Rukia, jó van, akkor passza lesz ez így. Nem érted, mit keres itt? Igen, tehát, mert tényleg velejéig romlott. Igen, igen. Legalábbis első blikre. Hát egy mocsadék. Tehát, hogyha tehát és maga a sikája, a kígyó, a végtelenül meg tudja nyújtani azt igen, a kardot. Igen, a Shinso, a szent kard. Igen, és olyan, mint ő maga, nem tudom, tényleg a kígyó, ami így behálóz, és halálos marása van. Igen. Ez Ichimaru. És így nézed ezt a Gotei 13-at, hogy hát ő is itt van. Ő is alaparc. Ez egy alapkarakter. De menjünk tovább. Beszéljünk a bankájáról, vagy még ne? Még ráérünk. Jó. Mert ne spoilerezzünk, de nézzük úgy kb., hogy most hogy áll itt a helyzet. Jó, rendben. Hát akkor a negyedik osztag, ők ugye, vagy akkor a harmadik osztagot megbeszéltük. Meg, persze. Tehát negyedik osztag, Unohana. Uh-huh. Retsu és a hadnagy, a Kotetsu Isana, ők ugye a gyógyítók, és itt van a harmadik székesként, tehát a harmadik legerősebb embere, ugye a Hanataro, aki szintén diszkréten, kicsit ilyen jó lelkű, de fogyatékos gyerek, a kis healer, tudod, hát akivel először megismerkedik Ichigo, és ő támogatja talán először. Igen, hogyha létezik az, hogy valaki nagyon szorgalmas, és nem túl rátermett egy adott feladatra, de nagyon aranyos. Igen. Nyilván lehet látni, hogy ez egy nagyon fontos osztag, mert nyilván a gyógyítás az nem lehet kérdés egy ilyen háborús katonai szervezetben, hogy megkerülhetetlen. Nem, de még mindig ezt az osztagot övezi a legnagyobb köd, mert így se van. Az Unohanáról nem tudni semmit, se pedig az Isanéről olyan sokat. Csak azt lehet tudni az elbeszélésekből, hogy régóta ott vannak, és hogy kurva nagy respektje van a csajnak, nem? Tehát, hogy miért, azt majd hamarosan megtudod egy pár rész múlva. Úgyhogy itt még sokat nem lehet tudni. Mehetünk az ötödikre. Hát a... Aizen! Az ötödik osztag kapitánya, a csupa szív. Helyén van a szíve. Helyén van a szíve. A Gotei 13 Karácsony Gergője, nem? Így nem tudom, jobban megkodom. Joviális, és bármikor át tud hozzád jönni egy tyúk hús. És jelesen. Az ő hadnagya ugye a Hinamori, Momo,
iszonyatos nagy respektben tartja az Aizent, folyamatosan meglátogatják egymást, beszélgetnek, Aizen csupa szív, mindenkiben csak Hinamori a legjobbat is, látja, te, és Hinamori is, tehát hogyha, abszolút egymásnak teremtett. Igen, de hogyha az első blikre megnézed, a Gotei 13-nak, ha van szíve, az az ötödik osztag. Igen, az Aizen. Csupa szív, jótétlélek gyerek. Hát most ez kicsit spoileres lesz, de Aizent, ahogy én is, meg szerintem rajtunk kívül sok mindenki más is, aki nézi az animét, úgy Gábor is tövig szopta a kiposztolását. Hát ha lehet így fogalmazni. Én nagyon megsajnáltam Aizen halálát, mert ugye a történetben Aizen kiszögelésre kerül. Hát kiposztolják, igen. Elég kegyetlenül, és hát a nyomok alapján igazából az Ichimarura tudná tippelni, aki ezt olyan magasra föl tudja paszarintani valakit egy torony tetejére. És én rendesen sajnáltam az Aizent, a Hinamorival együtt éreztem, és éreztem a drámát mögötte, hogy igen, a Gotei 13 egyik legjobb szívűbb igen, mert vezetője. Ő nézte azt is, hogy a Rukiának jó legyen. Igen, tehát az Aizenért volt a legnagyobb kár. Hát egy darabig így egy darabig látja. Egy darabig így látja. Még Aizenre vissza kell térjünk. A hatodik osztag... Amit még talán érdemes igen. Amúgy kifejteni itt az ötödik osztagban, a Hinamori Momónak a személyébe, hogy ugye ő gyerekkorától kezdve ismeri a Hitsugáját, aki meg a tizedik osztagnak a kapitánya, és aha. Hogy ápolnak egyfajta ilyen bensőséges viszonyt. Ja, igen. A királyval is igen. Egyébként. Tehát, hogy itt ez a Aizennek a kiposztolása az üzenőfalra, ugye a toronyra, azért az elég nagy, hogy mondjam, hát ellentéteket szít egyesekben, meg összeugraszt olyan karaktereket, akik egyébként meg gyerekkoruk óta ismerik és szeretik egymást. Tehát, hogy ez egy olyan szituációt szül, hogy szerintem az anime történeti. Hát, de ez nem tehát. Véletlen, hogy miért a Hinamorit választja ki Aizen, akin csak egy látszólag van helyén a szíve közben a legnagyobb mocskos szemétláda, a szemfényvesztő, a hazug, persze. Az áruló, és hogy mennyire összetartozik valójában az Ichimaruval az Aizen, mert már érzed ott azt, hogy ahogy kiderül, hogy ki is ez az Aizen valójában, hogy miért választotta ki a Hinamorit maga mellé, mert az sokkal jobban fáj, mert ő neki ugye az első szám számú embere az az Ichimaru volt évekig. Igen, de mindegy, menjünk tovább megyünk, mert azért ez az ötös. Ez. Te egyik személyes kedvenced. De abszolút a hatos. Byakuya. Byakuya és hadnagy a Renji. Hát igen, tehát, hogy aki nem bírja Byakuyát, szerintem... Annak nincs stílusérzéke. Igen, tehát, hogy a Byakuya a legnagyobb kiszántó mester. Az abszolút top. És a történetnek ezen szakaszában a Rukia sorsa, ez lehetne a címe, Rukia megmentése, Byakuya tűnik az abszolút pöcének, a főgonosznak, és az egyik legdurvább drámát követjük végig. Tehát a Byakuyának az egész élete és sorsa ugye ott hasonul meg, hogy azért veszti el a feleségét, mert egyszer nem tartja be a Gotei 13 parancsait, és megfogadja, hogy innentől mindegy mekkora fájdalommal jár, ő nem megy szembe az öregnek és a tanácsnak a döntésével. Ezzel a dogmatikus rendszerrel. És a Byakuya az, akinek bármennyire fáj belül, ez palástolja nulla érzelem, és 100% következetesség. Tehát, hogyha létezik valaki ebben a történetben, aki hajlíthatatlan, és megfoghatatlan és kikezdhetetlen a Byakuya, és az, hogy mekkorát fordul az ő főgonoszi karaktere. Igen, mert végig egyébként ő tűnik a fő ellenlábasnak, abszolút, az elmozdíthatatlan sziklának, akit le kell győzni, hogy... Tehát, hogy itt még itt a történetben egyértelműen úgy van fölépítve, hogy Byakuya a rossz. És nem tudod azt mondani, és nem érted, hogy a Byakuya miért akarja a Rukia halálát. Miért? Mert hát ők rokonok is. Hát ő miért akarja a Rukia halálát, de amikor megtudod, akkor a legnagyobb dráma bontakozik ki, és mellette van még 3-4 dráma, ami csak úgy mellesleg megy, de hát a Byakuya az abszolút nekem a number one, és a Renjit is imádom, mert a Renji ő az, aki Ichigóval ellentétben nem sok tehetséggel születik.
micsoda háttér, háttérzene. Hát igen, hát ez egy ilyen környék. Tehát, igen. Hogyha betörik az ajtót, és még ezt meg tudjuk tenni a netre, túléltük. Kicsit, mint a Boys-ba, tudod, az OnlyFans-es. Igen, igen, igen. Az egy kemény jelenet. Na de a Renzsire visszatérve, nekem Renzsi azért a kedvencem, mert hogyha Ichigo az ösztönös zseni, akkor Renzsi... Lelkesedéssel és befektetett energiával. Ő az, akinek nincs akkora tehetsége ez az egész műfajhoz, de hihetetlen elhatározása igen. van. Igen. És hogy meg tudja ugrani az árnyékát. És eljut a bankáig a Renzsi, ami itt az egyik legnagyobb technika, ami csak a legnagyobbaknak sikerül. Sőt, alapfeltétele, hogy legyen bankájod, kivéve majd az, nem mindenkinek kell, hogy legyen bankája, erre majd kitérünk, de a Renzsi az olyan szinten ugorja meg az árnyékát, és tényleg tiszta szívből szereti a Rukiát, és a mesterével, a Byakujával szembeszáll, és ott, ahogy helytáll, az az egyik legdrámaibb összecsapás. Hát amikor a Byakuja meg a Renzsi összecsap. Figyelj, a Renzsibe akkora szív van egyébként, tehát nekem az egyik kedvencem, hogy ő az, aki ha hatszor vered a padlóra, ő föláll. Ő föláll, mindig föláll, és meg tudja ugrani az árnyékát, és mindenki tudja, hogy a Renzsi sikájába, bankájába negyed annyi nincsen, mint Ichigo kis ujjába, de talán az egyik legnagyobb dráma ez is, hogy neki ennyi a képessége, van egy limit a Renzsire. Mert ő meg szereti a Rukiát ráadásul. És ahogy a Byakujának a sikájával szemben sem tud mit kezdeni, de a Byakuja is elismeri, hogy... Azért, hogy eljutottál a bankájhoz. Azért megmutatom, és kiszántalak vele. Hát csoda, hogy túléli a Renzsi egyáltalán, mert a Byakujának a... Mi a... Hát ugye a Renzsi, a Zabimaru, igen. És a Byakujájé meg a Senbonzakura, ami ugye a pengéjét lebontja több száz milliméternyi ilyen pengére. Tehát ugye igen. Ami kb. Láthatatlan igen. is, és szétszed. És a bankár meg ugyanez százszorosan? Ezerszeresen. Vagy ezerszeresen. Byakuja egy állat. És mellette van a Kido, ami a helyi ilyen mágia, amit nem sokan használnak, na annak Byakuja a nagymestere. Tehát szerintem a Kidót kb. Egy kicsit a Rukiánál láttam, hogy Aizen, Byakuja. Meg... Ja, de a Byakuja annak a topmester. A Renzsi nem tudja használni. Hát Renzsinek nem sok tehetsége van, de ott legalább nem is próbálkozott. Hát nem. Én imádom a Renzsit, és a Renzsit mindig érdemes összevetni Ichigóval. És amennyire irritáló Ichigónak ez az ösztönös zsenialitása, azért a Kubo megírja a realitást. Hogy mi mindnyájan kicsit Renzsik vagyunk, bassza meg. És ez van. És, és Renzsinek látni az Ichigót, az a teljes megsemmisülése, hogy annyira mutatja a Renzsi határait. És mikor először találkoznak, mekkora különbség van a Renzsi javára? És mennyi idő alatt ugorja meg Ichigo? Két pillantás, mert ő az ösztönös zsenibad. Ennyi. Ichigo. Nem kedvelem. Menjünk tovább. Na, a hetedik osztag Komamura és Ibasan. Ha lehet úgy fogalmazni, hogy a Gotei 13-nak a legkevésbé kidolgozott, legszürkébb karaktere, akkor az Ibasan. Hát abszolút. Hogy neki megmutatták, hogy a sikája hogy néz ki, de nevet nem kapott mellé. Tehát, de ki is? Mert én nekem most... Ő a hadnagy a Komamurának. Hogy néz ki ez a... Ilyen szemüveges. Ja, vágom. Tudod, hát az a legnagyobb töltelék. A legnagyobb töltelék arc, a legkidolgozatlanabb karakter a Gotei 13 közül Ibasan, aki mindig csak valakivel elmegy piázni, meg egyszer mondom, így megmutatják, hogy a sikája hogy néz ki, de hogy a neve mi, a skillje mi, azt nem tudod, hogy mi a vonatkozása a Komamura irányába, hogy... Mit keres ő itt? Nyilván ez is fog árnyalódni egy nagyon picit itt az új vonalon, az új évadba, de itt még olyan szinten halovány Ibasan, hogy minthogyha nem lenne Komamurának hadnagya. De a Komamurának az egész lénye, karaktere ezzel a torzult egérfejével, amit ugye szégyel és folyamatosan rejt, majd később a sorozatban egyre jobban fölvállalja. Hát lehet azt mondani, hogy Komamura ő talán az igazság nagy bajnoka és harcosa. Abszolút. Ő az, aki egy ilyen szégyennel az egész életét kell élje a kinézete miatt, és én gondoltam erre, amit mondtál, hogy miért pont az Iba ez a spanolós kretén. Én lehet azért választottam magam mellé, mert az Iba az annyira
tudod, annyira felszínes csávó, hogy benne nem fogalmazódik meg a Komamura drámája. Tudod, olyan, mint az Életre valókba a Feka, hogy annyira kívül áll azon, hogy te nyomorék vagy, hogy azért tud... Kéz, nincs csoki, igen, például. Tehát, hogy ő így nem érti, de miért Komamura, hát szard le, gyere le piázni, de hát egy patkányfejű torzó vagyok. Szard már le, jó arc vagy. Tehát, hogy én ebbe látom ezt, hogy miért választotta maga mellé, mert biztos, hogy nem a képessége miatt. És Komamurának az erkölcsi tartása, és ő az abszolút erkölcsi iránytű, ő amúgy a Gotei 13 valódi harcosa és szíve. Igen. És neki azért, amivel szembe kell később nézni, az egyik legnagyobb dráma. És nekem tetszik amúgy, hogy a Kubo írt egy ilyen, egy olyan... Abszolút kívülálló. Igen, és hogy tudod, ő a Komamura az, akinek az erejét se tudott fölmérni, hogy mennyire hatalmas, vagy, de érzed, hogy azért ő nem szar a gurit. Igen. És később, mikor megmutatkozik, én azt kell mondjam, hogy szerintem a Gotei 13-ak között abszolút az élvonalban van haderőbe a csávó. Uh-huh. Tehát én kedvelem is majd a Tolszen, és később majd a folytatásban jobban ki tudjuk bontani, hogy miért fontos. Persze. Na menjünk a 8-asra. Hát az én személyes kedvencem a 8. osztag kapitánya Kyoraku Shunsui, és az ő kis hadnagy a Naneo-chan. Mert ugye mindig így hívja. Miért kedveled annyira Kyorakut? Mert Kyoraku testesíti meg számomra igazából a lázadót. Uh-huh. Tehát, hogy lehet, hogy én mélyen azért eléggé lázadok a jelenlegi berendezkedések ellen. Itt most gondolok a hierarchikus berendezésekkel szembe, a rangokkal való visszaélés. Én ezek ellen lázadok, de nem látványosan, hanem úgy belül. Uh-huh. És a Kyoraku esetében is én ezt érzem, hogy ő úgy szarik bele, ő nem szeret szerintem harcolni. Tehát, hogyha meg lehet oldani békésen valamit, akkor ő inkább leül, iszik egy szakét, gyerek, keblemre, spanon, fogyasszunk el egyet, azt beszéljük meg ezt a problémát. Nem kell itt karddal haddelhadozni, meg összecsapni, ha meg lehet ezt oldani eszmecserével is. Tehát szerintem a Kyoraku az egyik legnagyobb pacifista, és ezért is ellentmondásos az ő kardja. Uh-huh. Mind a sikája, mind pedig a bánkája. De talán a bánkája már jobban tükrözi a személyiségét, mint a sikály. Én nem tudom, hogy milyen bánkája van, és a sikájára is később derül fény, de az biztos, hogy a Kyoraku az, aki... Kicsit perverz amúgy, ilyen nőcsábász, de mindegy. De olyan szerethető, tehát hogy igazából ő nem egy ilyen bullyingoló, meg me too karakter, hanem ilyen viccesen udvarló csávó, aki tudod, jó, ezerszer utasítasz el, de még kidobsz az ablakon, bemászom a kéményen. Igen, meg tehát azért van ilyen... benne valami bölcsesség is, tehát hogy azért van benne bölcsesség is bőven. A Kyoraku az a fazon, aki nem nagyon akarja elővenni a kardját, nem nagyon akar harcolni, ezekre a helyi megbeszélésekre, meetingekre se szívesen jár be, de azért adnak a véleményére, tehát azért ő előre sorolt a Gotei 13-ba. Az biztos, hogyha a Kyoraku megoldja, akkor nem fog veled harcolni, de ha harcolnod kell vele, akkor igazából olyannak érzem a csávót. Ő ilyen lazán kezeli ezt az egész hierarchikus berendezkedést. Nem érdekli, ővele nem történik meg ez a Gotei 13, úgy kicsit kívül áll az egészen, na de nem úgy ám kívül, mint a Kenpachi, hanem úgy fölötte áll. Mert a Kenpachi kívül áll az egészen, mert az egész lénye nem így működik, a Kyoraku meg azt érzed, hogy az egész fölött van. Őt ez a majomparádé nem érdekli. Igen. Amikor például találkozik, az egy nagyon nagy pillanat a sorozatban, amikor a biodíszlet Chad. Igen, és akkor, nagy szerencséje van, hogy vele fut össze. Az biztos, és akkor tudod, hogy mondja, hogy elismerés, hogy ember létedre, ez nagyon jó, úgy azért rendben vagy. Hát de... azért leamortizáltad a placot. Igen, ez így tetszik, és valahogy így elkábítja, vagy mit csinál vele, nem tudom. Valami bevisz neki egy vágás, de nem halálos. Ez ilyen egy pillanat alatt, tehát hogy iszonyat ereje van a Kyorakunak, és hát nem akarod elérni, hogy vele játszanod kelljen, mert én olyannak érzem a sikáját, nem ismerem a bánkáját, mintha azt mondaná, hogy hát akkor 50-50. Olyan. Tehát, hogy akkor ő úgy van vele... Kiegyenlíti a játékteret. Kiegyenlíti a játékteret, és azt mondja, hogy figyelj, akkor 50-50.
játsszuk le. És nekem oké, hogy én alul maradok. Tehát, hogy én is maradhatok emiatt alul. Igen, igen, tehát hogy egyenlő feltételeket teremt a sikája a harcban, de nekem tetszik, mint karakter. Hát a Nanao meg egyértelmű ennek a csajozási reménytelen faktornak a kimaxolásáért. Hát ő mindig női hadnagyokat választott maga mellé, ez nem véletlen. Mindig esélytelen udvarlóként nyomja, nem? Igen, igen, így van, de amúgy ők is kapnak majd színezetet a Nanao, aztán pláne. Na, hát és mennyire jó majd később a Kiarakunak az ellenfele a Stark. És az is, hú, hát már várom azt is, de ez egy olyan, hogy majd az is eljön, mert annyi jó karakter van. Maradjunk a helyi jóknál. 9-es Tolszen és Hiszági, ugye? Igen. Jaj, az a baj, hogy a Tolszenről beszélni még ebben a stádiumban, el kell, hogy mondjak több minden, nekem ezzel a Tolszennel, és már mikor néztük együtt a sorozatot, már rengeteg dolgot kérdezgettem tőled, hogy nekem nem stimmel ez a fazon. Hogy ő a békének, az igazságnak a fenntartója, és hogy tudod, kérdeztem te egy csomó mindent, és olyan furán is válaszolgattál nekem, jó, hát majd meglátod, majd összeáll, hogy nem értettem, hogy ez a csávó, mert van egy belső konfliktus, hogy miért áll ott, ahol áll, mit képvisel, mert hogy ő azt állítja, hogy ő neki a béke a legfontosabb. És a sikája az téged elaltat, nem? És a bankájával meg megteremt egy belső harcteret, ahol kvázi nulla esélyed van vele szemben. Hogy egy ilyen... Kivéve, ha Kenpachi vagy. Jó, Kenpachi egy külön sztori lesz, de a Tolszen maga a békének a hadnagya, vagy küldötte, vagy mi akar ő lenni. Nem állt nekem össze a karakter, és utána, mikor rájöttem az Eisen szagánál, hogy miért a sorozatnak az egyik... Persze, meg ideologizálja ő itt még az elején, hogy ő miért ott áll, ahol, hogy a szerelmét megölték, tudod? Igen, igen, igen. És igen. Akkor, hogy ő elhatározta, hogy minden áron bosszút fog érte állni. Nagyon nehéz ilyen spoiler nélkül úgy beszélni. Tehát, a hogy igazából lehet úgy mondani, hogy a Tolszen valahol a bosszú küldötte, mert ő bosszú miatt. Tehát, hogy úgy akar békét fönntartani, hogy a szerelmét meg akarja bosszulni emellett. Ez így van, csak valami mást hazudik a Tolszen, mert a Tolszen magát a béke küldöttének állítja, de közben az egyik legsötétebb alakja ennek hát az egész történetnek. Tehát, a leghazugabb. Igen, tehát most nem tudunk úgy nyilatkozni róla, ahogy itt megismerjük ebben a szágában, mert hogyha létezik erkölcsi hullája ennek az egész történetnek, azt Tolszen. És minden téren, mint barát, mint harcos, mint ember, mint nem tudom, minden téren elbukik a Tolszen. Minden téren elbukik, és ez a legnagyobb bukás történet ebben az egész sztoriban, amit a Tolszennek írta. Igen, na és a Hiszági, mi a hadnagya, hát azért ő is villan. Na, rá is várni kell. Egyébként a Hiszegire sokat kell várni, na de a Hiszegi az, akiben belül lakik egy démon, de az alapszemélyisége az nem tud kordában tartani egy démont, és nekem ezért a Hiszegi nagy kedvencem. Tehát a Hiszeginak van egy nagyon sötét oldala, és van egy nagyon, nagyon világos oldala, és ez a kettő van folyamatos konfliktusban. Mert az ő sikája az egyik legkegyetlenebb. Hát az tükrözi a benne lakozó sötétséget. Abszolút. Abszolút, és ezzel küzd. De amúgy ez a Tolszennek is a Hiszegi fényében ez a Tolszenre is mutatja, hogy valójában... Igen, és azért választott szerintem maga mellé egy hasonló kaliberű csávót, hogy hát ha, amikor megtörténik az, amikor megtörténik, akkor talán maga mellé tudja. Talán maga mellé tudja az árulás pillanatában. Nyilván beszéltünk így, mert a szaga végén ugye a Tolszen még mint a béke küldötte az Eisen áruló mellé áll, és még ott azt hiheted, hogy na, így lesz majd béke, és nem és érted. Meg is akarja győzni a Hiszegit, hogy menjen vele, én úgy emlékszem, így már régen van. Láttam. Így van, és mindenki, és azért nem érted, mert hogy ott van az Ichimaru mellette, az Eisen mellett, azt hát neki bérelt helye volt. Mondtuk, hogy hát ezt vártuk az Eisen árulásánál, na de, hogy Tolszen mit keres ott? És ez a nagy kérdése a sorozatnak, hogy Tolszen... Hogy kerül oda? És nem beszélve arról, majd még végigmegyünk mindenkin, hogy ugye az Eisennek a kardját, aki látja, azt ugye befolyásolja.
És én mondtam, hogy de hát bazd meg, a Tolszen nem láthatta, hiszen vak. Nem láthatta azt a kurva sikályt. Igen. Ő akkor, ő tényleg racionálisan áll az Eisen mellé. Aminél már lejjebb erkölcsi hullak, én nem tudnám menni, de a Tolszen ütvefúróval megy lefelé. Mert neki még nem is kellett látni a sikáját az Eisennek. És ott ami, áll mellette. Mert ugye az Eisen sikája a legdurvább, mert ugye minden érzékszer, teljesen megvezetsz, és a csicskásává válsz. És Tolszen úgy válik az Eisennek a jobb kezévé, hogy neki nem kell látni azt a kurva sikályt. Igen, és hogy ő miért kerül oda? A legalja, a legnagyobb rohadék. Ütvefúróval megy a föld középpontja felé, de hát el is jut oda. Én először azt hittem, hogy a Tolszen valahogy azt látja, tudod, hogy egy nagyobb dimenzióból látja a béke irányát, és azért áll az Eisen mellé. De nem. Totális, bestiálisan szar, hogy miért. Úristen, na majd Tolszenről a második szagában megemlékezünk, hogy miért az abszolút erkölcsi hulla. És a Komamurával szemben is az a fölényeskedés, és az a barátságuknak a szentségéből még egy szikrát se tart meg ez a tetű, nem? Fú, amúgy zseniális a Tolszennek a története. Hogyha így a sztorik a sztoriban, mert annyi van... És a Tolszen... törekvése okozza egyébként a vesztét majd. Ja, abszolút. És hogy nem tudott... És nem is akárki által. Fú, egy... Tehát ez a duó, ez nagyon meg van írva. Hát ez meg. Na, menjünk a tizedikre, mert itt az elkelt... A kis hícugája Toshiro, a tizedik osztag kapitánya. A kiskölyök, én mindig úgy hívom, a kölyök. Kiskölyök. És hát ugye az ő hadnagya, Matsumoto, az ügyeletes... Ahogy a church content. Igen. Igen. Az indokolatlan női kebel méretek az animék világában az Orihiménél is egyre nagyobb, de a Matsumotónál is. Tehát, hogy igen, de nála már kezdeteknek a kezdetén nagyobb volt, mint bárkinek. Igen. És most még nagyobb lett. Tehát, hát igen. Toshiro ez a jég alapú zámpakutója és bankája van, én benne végig azt érzem, hogy ő benne van valami írdatlan nagy potenciál, amit még hát nem tudok. Hát ugye a Gotejbe őt tartják a nagy ösztönös zseninek, mint mi az Ichigo. Tehát, hogy ő nem egyszer mondja mindenki, tehát a Kyoraku is megjegyzi, az Aizen is megjegyzi, a Byakuya is, hogy ő benne van egy olyan kurázsi a Toshiroba, ami őt ösztönös zsenivé teszi. Ő még egy beváltatlan ígéret a Toshiro, nem? De amúgy ilyen erkölcsileg nagyon-nagyon helyén van a kis kölyök. Hát nagyon nagy igazságérzete. Jó, mondjuk azért volt itt több ösztönös zseni, mert mikor az Eisen bekerül ebbe az egész körbe, ő is az. Az Ichimaru is, és ugye de ezek mind a sötét oldalon lévő ösztönös zsenik. És a Hitsugaya az, aki nem. Így van. Ő tényleg az igazság pártjánál. Abszolút, és hát meg Ichigo bazzek, de hát az... Ez érdektelen. Hát ezen karakterek mellett, egy Tolszen mellett, hát nem lett megírva Ichigo. Kubo beletett. Vagy itt a főhős gyerekek, a főhős, vízni fogja a szálakat, na de a lényeg az nem itt van. Jó, a Matsumoto egyébként zseniális az Ichimaruval való történet szerintem, hogy összeért, tehát nekem tetszik, de igen. A Matsumoto is egy abszolút jóra való karakter. Igen. A Zanpakutója is olyan korrekt azzal, hogy ilyen füstöt teremt, vagy már nem tudom. Igen. Tehát egy abszolút jó páros. Hasonló is. Egyébként az ő Zanpakutója a Byakuyához, tehát hogy ilyen fél távolsági. Igen. Hát csak a Byakuya azért az egy más szint. Na de jöjjön a kedvencünk, a 11-es, hát a csúcsok. Hát ki ne szeretné a 11. osztag infantilis, elvetemült harcimádó kapitányát, Zaraki Kenpachit. Ki az, aki utálja őt? Ki az, aki nem szereti? Hát figyelj, Kenpachi, na, tehát hogyha azt mondtuk, hogy a Kyoraku az egy kicsit fölötte van ennek az egésznek, úgy szellemiségében a Gotei 13 fölött lebeg, Kenpachival nem történt meg a Gotei 13. Tehát, hogy ő azért olyan, hogy neki ez egy hierarchia. Ki a főnök, ki van ki fölött? Órákat kéne tartani. Elmegy a meetingre, de szarik bele. Oktatni kéne, ki továbbképzés kéne.
nem bazdmeg. Megyünk, azt harc. Mert ugye a 11-es osztagnak volt egy ősi szabálya, hogy itt úgy lehet megörökölni a vezéri címet, hogyha legyőzöd az előző vezetőt. És Kempácsi bemegy a kardjával, és ripityára fossá nyírja az előző Gotej 11-es osztagának a... Mi ez? Hadnagy? Kapitány. Kapitányát, és maga mellé veszi a kislányt, nem? Aki, Jácsirú. Igen, aki a kis haverja. Bár nem tudom, hogy ő tud-e bármit, de Kempácsinál nem lehet megkérdőjelezni, hogy bocsi, miért ő van mellett? Ezt akarom, kész, vagy nem tetszik? Nem igen. Tetszik, akkor kard ki kard, azt harcoljon, tudod? Igen, és de... Kempácsi a One Punch Man egyben ebben a sorozatban. Tehát ő az, akinek ő nem használ ilyen, hát ilyen mágiát. Egyébként ilyen. Egy kis párhuzam vonása One Piece-szel, mert ott is van egy hasonló karakter, mint a Kempácsi, ő is a harcban, hisz az a kardmester Zoro, és hasonló a személyiségjegyük, mert ugyanúgy csak a harcban hisznek, ugyanúgy kurva erős harcosok, mindent csak kardvágással rendeznek le, és egy másik nagy skilljük van, ami közös, az az, hogy nincsen útirányérzékük. Tehát mindegyik mind a kettő eltéved. Tehát, és a Kempácsi is ugyanaz, tehát hogyha mondjuk el kéne menni északra, az Zaxel keletre fog menni. Tehát vagy nyugatra, délre, mindegy, csak északra. De Kempácsinak nincs érzéke arra, hogy megérezze másnak az energiáit, jelenlétét, nem használ kidót, nem is tanulta meg, le is szarja. De kendót igen. Az egy külön, azt majd kifejtjük a csúcspontot, hogy van neki is egy bánkája, egy időzőjelesben kell, de nincsen. Kempácsi az kívül van a Gotej 13-on lényegében. De nem fölül, de nem alatta, hanem mellette párhuzamosan. Ő vele nem lehet mit kezdeni. Én el tudom képzelni, hogy maximum az öreg egyedül, akit az ereje miatt Kempácsi tiszteletből elfogadja, hogy néha itt kell valamit csinálni. Tehát szerintem a Kempácsi ennyit rakott össze Gotej 13-on, hogy fél évente, ha az öreg kéri, hogy valakit picsázzak el, mivel harcolni szeretek, elmegyek, de ezen felül Kempácsitól nem lehet kérni semmit. De ha megjelenik, hát ott azért olyan beszálló van. És olyan szellemi ereje van a Kempácsinak, hogy magára aggat hátráltató eszközöket. Tehát ő a kutatóktól azt kérte, hogy egy kicsit korlátozzatok le, hogy legyen valami izgalom, mert én rendszerint unom. És hát, hogyha létezik epik összecsapás, ugye az ösztönös zseni vs. Kempácsi Ichigo összecsapás, ahol egyébként Kempácsit helyben hagyja az Ichigo, de nekünk van egy teóriánk, hogy Kempácsi ott hagyja. Hagyja, hogy kibontakozzon majd úgy igazán Ichigo, de hát ugye az Arrancar szaga. Hát a legnagyobb. Noitra. A Noitrával szemben Kempácsi azért az abszolút állat. Igen. És annyira brutális, hogy megvan rajzolva ez a karakter, meg olyan. Tehát ő az őserő, bazd meg, tehát itt nincs vita. Tehát ő, na ha létezik itt valami szürke zónás, de mégis pozitív karakter a Kempácsi, mert nem süllyed olyan mélyre, mint egy Tószen. Igen. Nincs ilyen, őnála van a harcnak van egy szentsége, és ezen kívül őt ezek az erkölcsi dimenziók, mint a Komamuráti, nem izgatják. De amúgy a Kempácsi az a Kyoraku-nak a totális ellentéte, mert mind a ketten kívül állnak ezen a Gotej 13-on, csak még az egyikük pacifista módon próbálja meg első kézben intézni a dolgokat, addig Kempácsi azt mondja, hogy nekem a harc az életem, a duál, az igen. Duál. Igen, igen, és a Kempácsinál az, hogy veszítesz, az egyértelmű, tehát nem tudsz vele szemben nyerni, de a Kempácsinak megöl, és így Max annyit mondta, hogy hát csalódást okoztál, meg kár volt felemelnem erre a kardom, nem ilyen a csávó. Ha nem tudod őt megölni, akkor mindig az a vége, hogy hát azért nagyobb potenciát láttam benned, csalódást okoztál, szevasz. Hát az, ami a Tószennel, amikor összecsap, és tudod, a Tószen mondja, hogy hát itt nem tudsz menekülni az elől, hogy ledöfjelek, és Kempácsi így a két pillanatot döfjel meg, onnantól tudom, hol vagy. És tudod, hogy Kempácsi azért sebezhetetlen, mert olyan, mint az Oldboy főhőse, hogy nem annyira technikás effektíve, meg nem halhatatlan, meg nem gyors, mint a Szolyfon, meg ilyenek, hanem egyszerűen egy melák, bazd meg. Hogy gyere üssél, aztán én visszaütök. Igen, meg hogy átdöfheted, és
meg képes meghalni, de azért nem hal meg, mert akkora állat, bazd meg, nem? Hogy tehát, az hogy boostolja az, az ő boostolja. Harci kedvét, abszolút. Minél több sérülés van rajta. Hát és ugye a hadnagyáról, a kis Yachiruról, azon kívül, hogy iszonyatosan cuki, igen, meg szereti Kencsánt, hát sokat még nem tudunk, és itt a mégen van a hangsúly. És azt hozzá kell tenni, hogy a Kenpachinak van azért valamennyi szíve, és ezt a Kenpachinak a szívét csak a kis barátja látja. Igen. És az a szeretete, hogy a Kenpachiról beszél, az ad az egésznek egy ilyen groteszk színezetet. Mondjuk én hozzá kell tegyem, hogy azt nem tenném zsebre, hogyha valaki bántaná a kislányt, hogy akkor Kenpachitól mit kapna. De szerintem az egy akkora kibaszott kiszántás lenne az élők táborából, hogy azt nem szeretném. Hát igen, az sanszos, a kis Yachiru. Ja. 12 a másik titkos, tehát a létezik titkos favorit. Még bírom. Jó, de már itt vagyunk a végén. Na hát 12. osztag, abszolút szintén favorit kapitánya, a kutató osztag feje, Kurocuchi Mayuri és a kis hadnagya Nemu. Hát azért. Hát igen, hogyha létezik titkolt favorit, amit nem vallasz be egy kvízmesternek, hogy ki a kedvenc karaktered a Gotei 13-ból. Hát Mayuri a kedvencem, szimpatizálok vele. Tehát őnek egyébként ugyanaz a szinkron hangja, tőled tudom, mint a Dermesztőnek. Igen. És meg az Orochi Marunak, azt hiszem. Zseniális. A One Piece-be a Caesar Clownnak, igen. Vannak azért kérdőjeles karakterek, mert Kenpachira megkapod a választ, hogy mit keres itt. A Ichimaru hamar áruló lesz, Aizenről is megtudunk dolgokat, na de itt van ez a kibaszott Mayuri, aki olyan romlott, mint hogyha a Dermesztő bekerülne a Gotei 13-ba és tudósnak állna, hogy ez hogy keveredett ide. Az biztos, hogy a tudása a kutatási területen azzal nem tudsz versenyezni, de nem akarod, hogy megmentsen Mayuri, mert a Mayuri ment meg, és, hát az... és hogyha létezik kegyetlen, kibebaszott, brutális ölés, és ezt majd a következő partba kibeszéljük. Hát a szájeláporós? A szájeláporós halálnál nincsen durvább. Hát szerintem a Kenpachi után a másik arc, akit te nem akarsz ellenfélnek, az a Mayuri. Tehát, hogy ez a két... Se megmentőnek, mert még Kenpachi meg tud menteni, mert ő tudja ezt, hogy Mayuri... Pondró vagy veled nem harcolok, de a Mayuri, jaj, de megmentettük, elviszem a laborba, megnézem, mit tud. És hát a Nemu az a megelevenedett Westworld volt így, tehát, hogy ő egy ilyen robotként tartja, és bármit megcsinál a Nemuval, de szó szerint bármit. Igen. És ő... Hát és ő úgy finoman annyit mond, hogy hát beleférhetőnek, nincsenek érzései. Fú, egy beteg állat a Mayuri. És amikor megtudjuk, hogy hogyan is került ő ide, akkor na az egyértelművé válik egy múltbéli kis szösszenetből. Igen, hát azért Mayuri. Mayuri rendben van. Ő nagyon. Ő nagyon. Gyönyörű bánkáj. Gyönyörű sikály. Ő maga is, maga a két lábon járó megelevenedett rothadás a Mayuri. És a bánkája maga. Tehát ott nincs zsákba macska. Tehát a mérgező, hát ez egyértelmű, mind a kettő. Hát abszolút. Tehát ez, ő olyan, mintha integrálva lenne a Gotei 13-ba egy anime főgonosz. Tehát, hogy ő egy anime főgonosz volt eddig, és a Kubo beír egy anime főgonoszba, az meg a Gotei 13. Pozitív hősnek. Pozitív karakterei között, aki egyébként nagyon jókat dumálgat az öreggel, nem? Amúgy tehát ők valahogy így ilyen, hát meg hogy tudod, úgy vannak vele, hogy nagyon ért a kutatáshoz, Mayuri, sok dolgot tett a Gotei 13. Hát vannak furcsa dolgai, igen, tart otthon egy-két hullát, van egy ilyen Jeffrey Dahmer-es íze a csávónak. Ilyen Jeffrey Dahmer-es mellékíze, de hát itt lehet. Szeretjük. Igen. Na, és amúgy várjál még a Mayuri-nak a kapcsán, hogy azért az Ishidával a kis konfliktja az nem szar. Hát az nem. Hát és ő... ott ellene mutatja meg talán legelőször az Ishida az, hogy ő miért is félelmetes karakter. Tehát, hogy ő miért lóg ki az Ichigo baráti köréből, mint harcos. Hát igen. Az egy jó összecsapás. És az Ishida egyébként a legjobb az Ichigo bandájában szerintem. Igen.
Na, és akkor már majdnem a végére érkeztünk, most hála már... Hála az égnek, mert azért nem rövid. Nekem itt van egy kis személyes problémám, de bírom. Nem baj, bírom. Hogy most gyomron lőttek, de kiülöd. Tehát egy ilyen nyílt vérzéssel. Na, itt a mégen van a hangsúly, de még bírom. De ez nem lesz hosszú, mert az Ukitake és a Rukia, ők a 13-as osztag. Hát Ukitakéről, amit én el tudok mondani, amit én leszűrtem, hogy nagyon respektálja az öreg, és hogy iszonyatosan jóban van a te kedvenceddel, a Kioraku-val. Igen, és nagyon jóságos. És nagyon jóságos, és hogy beteg. Én ennyit tudok róla elmondani. És itt a betegségén van a hangsúly, de azt majd megtudod, hogy miért. Hogy a betegség az miben befolyásolja őt, stb. És hát a Rukia meg maga a főszereplő kategóriába emelkedik, tehát ő abszolút a... Igen, kis hadnagya. És hát Rukia is nagyon tehetséges, nagyon szerethető. Én amúgy nagyon bírom a Rukiát, és akkora motivációt ad, meg ő az a Ichigo hősiességének. És még a Byakuya miatt ugye ő az, aki tud Kidót használni. Így van. Tehát a Rukia egyébként egy fantasztikus karakter, és iszonyat hősies, ahogy az Ichigo megmentés, az nem lehet attól nem elérzékenyülni, ahogy eljön érte az Ichigo bassza, meg pedig igen, bármennyire utálom ezt az érzelgős vonalat ebben. Hát meg azért Rukia nem szar, tehát az ő zampakutója is rohadtul erős, csak hát ugye az még itt nem bontakozik ki, mert gyengélkedik, miután az Ichigónak odaadta az erejét. Abszolút. De amikor először elsüti, ugye az is egy nagy pillanat. Hát az nagyon nagy, és ez is egy ég alapú zampakutó. Ő használt bánkájt? Még nem. Na, és az Ukitakéről még, hogy a személyiségét igen, mennyire tükrözi, hogy ugye az látszik, hogy az Ukitake szereti védelmezni az embereket. Abszolút. Tehát, hogy tényleg ő egy ilyen védőfalként van ott, tehát, hogy ő az Ichigót is védelmezi, ő mindenkit, akit tud, ilyen-olyan úton, módon azért megpróbál, és erre reflektál az ő sikája is, ugye, ami azt csinálja, hogyha lőnek rá távolsági, hogy hívják ott, akkor azt elszívja, és dupla olyan erővel visszalövi, tehát, hogy ő is inkább ilyen védelmi. Olyan, mint egy aikidós, nem? Igen, tehát, hogy ő is inkább, ahogy te mondod, aikidós, hogy az ellenfél támadását fordítja, tehát, hogy nem abban hisz, mint mondjuk a Kenpachi, hogy ő oda megy, leharcolja, és hogy minden ütés számít, hanem ő az ellenfél energiáját fordítja vissza, mint tehát, egy ilyen kifordult aikidós. Tehát akkor valószínűleg azért találja meg a Kioraku-val a közös hangot, mert a Kioraku abszolút pacifista és kívül áll ezen, igen, csak az Ukitakéban az a különbség, ha támadnak, ő visszafordítja rád. Tehát, hogy ő is pacifista, csak másképp. Igen. Mert akkor a Kioraku azt mondja, hogy nincs harc, az a legjobb. Az Ukitake azt mondja, hogy ne harcoljunk, de ha harcolni kell, akkor a kétszeresét fizeted meg. Igen, hát meg ők olyanok igazából az öregnek, mint a fiai, mert hát megjegyzette őket. Abszolút. És ők ilyen dupla karddal nyomják, ez igen, is azért. Na, és még kettő karakter van ebben, aztán utána szabadjára engedlek téged is, meg mindenkit, tudod, kiderül bazd meg, hogy a Bence igazából az én foglyom, akinek ilyeneket kell fölvenni, meg filmeket nézni, és közben... De nem akarom, ne csinálj! Na, és még két karakter van, akit beemeltünk a kánonba. Az én személyes kedvencem Urahara. Hát azért igen, aki őt, igen, tehát ő a volt kutatócsoportnak a feje, ugye ő volt annó a 12. osztagnak az egyik legnagyobb húzás az, hogy az Urahara az Ichigóéknak a világába kikerül, és kint tevékenykedik, és végül is az Ichigónak egyfajta mestere és segítője. Igen. A Yuruichi-val, aki meg a Soifonnak volt a mestere és elődje, és az eredeti assassin osztagnak a vezetője. Ők ketten azok a szürkezónás karakterek, akikről tudod, hogy volt közük a Gotei 13-hoz, és egyre jobban megismerjük menet közben, hogy kik voltak ők. Ugye az Urahara volt a Mayuri elődje, és igen, ugye ő hozza be a Mayurit egy ilyen kényszerhelyzetből, de hogyha létezik három nagy sakjátékos ebben a buliban. Az egyik az ugye az áruló Aizen, a igen, másik az Urahara. Tehát, hogyha létezik Mastermind, aki már kiszorul a Gotei 13-ból, de még hatalmas hatása van rá, az az Urahara. Tehát, hogy itt kettő nagy játékos van a pályán, az Aizen és az Urahara, és valamilyen szinten oké, az öreg is ott van a pályán a Gotei 13-mal, meg a Byakuyával, de itt két embernek a párharcát követjük végig, és az egyik az Aizen, aki azt mondja, hogy minden lépést előre lát, és a másik az Urahara, aki szintén aki kiszúrja az Aizent, hogy áruló,
aki meg akarja előzni az Aizent, és ő issza meg a levét, mert az Aizen visszafordítja rá. Tehát az Urahara-nak akkora drámája van, hogy fölismeri az árulót a Gotei 13-ban, de ezért olyan árat kell fizetni, hogy ő kiszorul ebből az egész világból, és az Urahara egyébként nagyon bölcs, kiváló mester, és iszonyat tudása van, és humora is van amúgy az Uraharának és a Yuruichival, ahogyan ők egymással ezt a Védés-Dac szövetséget tartják, és az egész Gotei 13 belső hisztéjével szembeszállnak, hogy szarunk rá, hogy mi itt a hierarchia, összetartanak. Az egyik legjobb karakterré teszi ebben a szürke zónában nekem az Uraharát, és ez a, és az, hogy végül ő zárja el az Aizent, bár ez egy kicsit előrébb hát azért az... de az nem véletlenül van így megírva, és ez egy nagyon szép gesztus a Kubótól, az az ív, hogy az Uraharának végül is mit kell fizetni a kis csapatával azért, hogy kiszorulnak. Ők amúgy valahol ott vannak, mint a Shinigami helyettes, hogy félig az emberek, meg félig a Gotei 13 igen. között. És az Uraharának az, hogy folyamatosan keresztül húzza az Aizen számításait, az a kettejük nagy sakjátéka. Ez hát a ez az egész Bleach. Eddig. Eddig. Aztán majd igen. meglátjuk a folytatást. Fogunk még beszélni a karakterekről, de egyelőre ennyi útra való szerintem elegendő Part 2-nek. Emészgessétek. A Part 3-ban meg szerintem még ne ugorjunk az Arrancar szagára, hanem kicsit beszélgessünk a cselekményről. Igen, a cselekményének, ez a Shinigami szagának a cselekményéről, így van. Az lehet, hogy az lesz a következő, de hogyha nagyon, mert maga a cselekmény nem olyan hosszú, ott a karaktereket majd érintjük, és akkor utána meg rámegyünk az Arrancar. Mert az kurva fontos. Hát az nagyon. Hát a halálba az meg a... Fú! Azért. Na igen. Azért, hogy miért? Azért egy útra valót hagyd dobjunk már. Hogy miért a halál a második? Hogy miért a halál kapta a kettes számot? Aki a Baragán. Miért ő a kettes? Mert ez nem véletlen. Ez nem véletlen, hogy miért a kettes, majd kifejtjük. Úgyhogy jó bleachezést, sziasztok! Sziasztok!